7 helyszínen zajlanak a munkálatok, 7 beruházás valósul meg, és egy 3 milliárd forintos keretösszegből. Jellemzően azt tudom mondani, hogy a város valamennyi területét érinti maga a Mérei Mihály fejlesztési program, az északi részétől egészen a déléig. Jól elkülöníthetően gyakorlatilag 3 szakaszra bontható, az egyik a belterületi utaknak a felújítása és új útfelülettel való ellátása, vagy éppen külterületi útbecsatolása a belterületekbe, ez egy nagyon fontos része a programnak. A másik, ami a legnagyobb tételt jelentés, a szekszárdiak szempontjából nagyon-nagyon fontos, ez a szőlők megközelíthetőségét biztosító úgynevezett betonvápás vízelvezetők kiépítése. Több mint 10 kilométernyi betonvápás vízelvezetőt fogunk tudni majd megépíteni ennek a programnak köszönhetően. Így nagyon sokak számára végre megszűnnek azok a problémák, amelyet egy nagy nyári eső okoz, amikor egyszerűen nem tudják megközelíteni a saját ingatlanjukat, tanyájukat. Igyekeztünk ezt is úgy elosztani, hogy a Borvidéknek a lehető legnagyobb felületét tudjuk ellátni betonvápás vízelvezetőkkel. Ez nem egy új kezdeményezés, hiszen az elmúlt években is kiemelt figyelmet szenteltünk ennek, de a Mérei Mihály programnak köszönhetően, amely a Modern Városok programnak a részét képezi, ezt most egy sokkal nagyobb volumenben tudjuk megvalósítani. És egy nagyon fontos részét képezi ennek a csomagnak a mögöttem is járható parásztapatok problémája, hiszen az itt élők többször is megkerestek engem és panaszkodtak arra, hogy az ingatlanjuk alatt található pincében megjelenik a víz. Természetesen, ahogy a források rendelkezésre álltak, és ez a program lehetőséget biztosított, erre a problémára is megoldást kellett nyújtanunk. Hála Istennek most lassan már a munka a vége felé közeledik. Teljesen új résszel, mederrel egészítettük ki a patakot, és ami legalább ennyire fontos, és reméljük, hogy ez a műszaki megoldás meg fogja oldani a problémát. A meder alatt egy úgynevezett szivárgó csőrendszer került kialakításra, amely a talajvizet is képes magába fogadni, és akkor reméljük, hogy ezzel ez a probléma is megszűnik. Úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan át tudjuk adni ezeket a műtárgyakat. Elvileg magának az egész 3 milliárdos programnak a végső befejezési határideje az 17 áprilisa volt, de majdnem minden munkára elmondható, hogy jóval határidő előtt be tudtuk fejezni, és el tudnak készülni ezek a munkák.